Tehát Lukács Endre vagyok, és ahogy a Józsi elmondta, én vagyok a felelős a Homelab gépek alapszoftverének a nagy részéért. Az igazság, hogy én sem tudtam sokat készülni erre a bemutatóra. Az a helyzet, hogy nekem gyakorlatilag semmi nem maradt azokból az időkből, tehát egy dokumentumom sincs, egy fényképem sincs, egy floppy disk vagy forráskód sem maradt, úgyhogy gyakorlatilag amire emlékszem, abból tudok énekelni. A Józsinak a bemutatóját én annyival egészíteném ki, hogy igazából ő nem mondott el arról semmit, hogy mi hogyan jutottunk el oda, hogy mikroprocesszort lássunk, meg is jön a ámítás technikának a szele. Nos, nekünk az a nagyon jó szerencsénk volt, hogy a József Attila gimnáziumba jártunk, középiskolába, 4 év fázis eltolással, és ott volt egy nagyon innovatív fizikatanárnő, Tóth Eszter, aki nem csak a fizikát és az egyéb természettudományokat tanította egy újfajta felfogásban, hanem nagyon korán fölismerte azt is, hogy a számítógépekben milyen lehetőségek vannak. Valószínűleg ő a saját területén csak a fizika oktatást nézte, a többi lehetőséget nem nagyon látta, de minden esetre ez nekünk elég volt ahhoz, hogy fölizgassa a fantáziánkat, és emellett pedig az ő kapcsolat rendszerén keresztül megismerhettünk részint a KFK-ban olyan embereket, mint a Józsi említette, a Zámori Zoltánt, vagy a Tombor Józsit, később a Rató Andrásékat, illetve az ELTE TTK atomfizika tanszékén is bejárhattunk, ott már volt PDP 11-es számítógép, meg voltak elektromérnökök, akik időnként fúsiztak maguknak is berendezéseket. Tehát ez volt a szerencsénk, hogy mi hozzá tudtunk így férni ezekhez az információkhoz, és hát nagyon elindította a fantáziánkat, és azon gondolkodtunk, hogy hát tulajdonképpen ezt mi is meg tudnánk csinálni, és azon kívül, hogy meg tudnánk csinálni még kicsit jobban is, mint a béna amerikaiak. Tehát ez volt az alap motiváció. Na most én nekem ugye a szoftver volt a nagyobbik feladatom. Én a következőt csináltam, hogy nekem már az Ohio előtt is volt egy-két programozási tapasztalatom, tehát nem volt már olyan nagy újdonság az, hogy itt basicbe lehet programozni a számítógépet, de nagyon érdekelt, hogy hogyan működik mind a hardvere, mind a szoftvere. Úgyhogy amíg a Józsi a fontos katonai kötelességeit teljesítette, addig én gyakorlatilag visszafejtettem ennek a gépnek a szoftverét. Ebben egy 8K-s ROM-ban helyezkedett el részint a BIOS, ami nagyon minimálra volt a mai mércékkel mérve. És emellett volt egy basic interpreter, ami Microsoft termék volt. A visszafejtés úgy történt, hogy az elején megpróbáltam a gépi kódú dolgokat saját magam kijegyzetelni, de hát aztán hamar kiderült, hogy ez így nem fog menni, úgyhogy írtam valami programot, ami segítette ezt valamilyen szinten. Ugye az opcode táblázatból lehetett tudni, hogy a bajtokat hogyan lehet értelmezni, meg a relatív jumpugrásoknál a címeket automatizálni lehet, címek kiszámolását automatizálni lehetett. Aztán erre nem emlékszem pontosan, hogy volt, de valószínűleg a Tombor Józsi KFK is ismerősünk révén sikerült ki is nyomtatni valahogy ezt a listát, és akkor az nagyon megkönnyítette a programnak a megértését. Na most ez a program már akkor hordozta a Microsoftnak a tipikus vonásait, hogy hát eléggé össze volt hányva, és hát ugye, amikor gondolkoztunk azon, hogy egyébként hogyan lehetne egy jó hardware-t csinálni, akkor azért nekem támadt sok ötletem, hogy hogyan lehetne ügyesebben megcsinálni a magát az interpreter részét is. Most a Microsofték két dolgot biztos nagyon gyengén oldottak meg, az egyik a legbegőbb pontos aritmetikai programcsomag, az abszolút nem volt optimalizálva. Jó, hogy ez a számítógép, ez a 6502-es processzoron működött, és a Z80-nak, amiből mi dolgoztunk, jobb utasítás készlete volt, de messze nem volt, optimális lassú volt. A másik ilyen
gyengesége, az pedig a stringek kezelésénél a memória, az úgynevezett garbage collection funkció. Ugye egy régi basic interpreter úgy működött, hogy a stringek azok változó hosszúságú adatstruktúrák voltak. Igény szerint foglalta az interpreter le a memóriát az újabb stringeknek, és hogyha egy stringre már nem volt hivatkozás, akkor egy memória terület, egy look felszabadult. Most a garbage collection azt csinálja, hogy ezt időnként újra rendezi, összetömöríti a érvényes referenciával rendelkező stringeket egy helyre, és utána marad a memória szabad része, amit újra lehet felhasználni. Tehát ezek nem nagyon voltak jól megoldva benne, de mindegy, aztán ahogy elkészült a Homlab 1-es hardware, akkor én elkezdtem írni egy másik interpretert a saját elképzelésem szerint. Ugye a cél az volt, hogy csináljunk jobbat. Legyen gyorsabb, legyen egyszerűbb programozni. Na most egy dologra nem emlékszem, ezt lehet, hogy a Józsi emlékszik rá, hogy az hogy történt, hogy ugye akkor EEPROM-ban tároltuk a programot, és ugye egy program fejlesztése közben sok programváltozat van, amit újból le kell égetni. Most én arra nem emlékszem, hogy mi ezt hogy csináltuk, hogy újraégettük minden egyes szoftververziót, vagy memóriából próbálkoztunk. Pár kicsikre csináltam egy EEPROM égetőt, ott az a felső részén ott pió lehetőség van, oda beraktam a piót, arra készült egy EEPROM égető, és elég gyakran égettünk EEPROM-ot. Kitöröltük félvel, tudod mivel, kvarclámpával. Ugyanazzal, amivel a nyákot csináltad. Ez a fordítási ciklusok kicsit lassabban mentek. Úgy mondjam, dolgozták kb. Egy hetet, kellett, hogy jól dolgozzál, és utána kidibagoltak. Most semmilyen fejlesztő szoftverünk akkor még nem volt, úgyhogy a programozás maga az direkt gépi kódba történt, tehát ténylegesen én azt írtam le a papírra, hogy 20, és akkor kiszámoltam a relatív jump ugrást, és utána a következőt. De hál' Istennek később ezen túl tudtunk lépni. Talán ami még egy érdekessége volt ennek a Basicnek, hogy ugye az Ohio Scientificnek is, meg más kompjútereknek is a maga a program szerkesztése az elég macerás volt, tehát nagyjából arról volt szó, hogy begépelek egy sort, és akkor azt értelmezi, tehát mint egy soros terminál úgy működött. Na most ezen tényleg elég macerás aktívan Basic programot fejleszteni, úgyhogy átdolgoztuk a szövegbeviteli rendszerét olyanra, hogy tulajdonképpen én a képernyőre kilistázhattam a programot, a kurzorral oda mehettem bármelyik sorra, belejavíthattam, akár bele is szúrhattam szöveget, és amikor megnyomtam az Enter gombot, akkor azt a sort, vagy azt a több sorba elosztott logikai sort értelmezte az interpreter. Ennek az volt egyébként a trükkje, hogy alapesetben a képernyő az egy speciális karakterrel volt föltöltve, nem space-szel, tehát ez azt jelenti, hogy ha rajta álltam egy szövegrészen, akkor meg tudtam keresni, hogy mi az a logikai sor, ami a képernyőn akár több sorban is van. Na most ez nagyon jó szerkesztési lehetőséget adott. Na, tehát elkészült ez az első változat. Ezek után a HCC-s tapasztalatok alapján nagyon sok finomítás került be, tehát igazából sosem volt olyan stabil szoftver, hogy azt mondjuk, hogy ez a 3 pont akármennyi, és akkor fél évig hozzá se nyúlunk, hanem ott tényleg napi szinten ment, vagy heti szinten nagyon sűrűn találkoztunk az ötletek, vagy az újabb feature-öknek a megvalósítása. Ez egy kicsit kaotikus folyamat volt, de jót tett a gépnek, mert végül is olyan dolgok kerültek be, amik az embereket használtam. Én magam is használtam a gépet, és az újabb változatoknál ez is egy jó feedback volt, ugyanis tudtam követni azt, hogy nekem mi kell, és azt tettem bele. És ez megint tapasztalaton alapult. Az alapszoftveren, hát utána ugye elkészült a Homlab 3,
arra úgy emlékszem, hogy viszonylag gyorsan tudtuk portolni ezt a rendszert, hát csak a periféria kezeléseket kellett egy kicsit átírni, viszont készült két érdekes kiegészítés. Az egyik egy úgynevezett dupla pontos aritmetikai bővítőcsomag, ami azt tette lehetővé, hogy kétszeres pontossággal lehetett műveleteket végrehajtani, tehát a levegőpontos szám nem 4 bájtos volt, hanem 8. A motiváció a Boszkóktól, Cserespaliéktól jött, mert ők azért gondolkoztak üzleti felhasználásokon is. Én például írtam, ha jól emlékszem, a Boszkópnak egy takarmány optimalizáló programot, ami tulajdonképpen egy lineáris programozási feladatot oldott meg, hogy mi az optimális eloszlása a különböző beltartalmakkal rendelkező takarmányokhoz. Na most ez egy matematikai szempontból egy elég instabil feladat, extrém esetekben a pontatlanság az nagyon el tudja vinni a megoldást, és azt hiszem ezért kellett ilyet csinálni. A másik bővítés az pedig egy olyan ROM volt, ami egy assembler volt, meg egy disassembler, ami azt tette lehetővé, hogy egyrészt én a memóriából, már mnemonikok formájában tudom kilistázni a programot, illetve mnemonikot tudok beírni, és akkor azt a gép az adott memória címre, mint egy jobbkódot lefordítja. A relatív ugrásoknál ugye automatikusan számolja a címeket, tehát ezzel föl lehetett gyorsítani a programozást. Itt is működött a képernyőn való szerkesztés, üzemmód, tehát tényleg nagyon hatékonyan tudtunk gépi kódot csinálni. Na most később, amikor tehát ez az assembler szerintem annyira jól sikerült, hogy tulajdonképpen később, amikor a CP-peremet csináltuk, akkor az ott lévő DDT nevű debugger, az gyakorlatilag egy papados kerékhajtású valami volt, úgyhogy azt ott már nem is nagyon használtuk. Tehát elkészült ez a két bővítés, amit EEPROM bedugásával lehetett megkapni. Aztán a következő nagyobb lépés, amire emlékszem, az amit említett a Józsi, hogy mi valahogy megismerkedtünk a Arató házaspárral, Arató Andrással és Vaspöri Terézzel, ők a KFK-ban dolgoztak, azt hiszem András valamilyen kommunikációs szakmérnök volt, a felesége pedig egy vak hölgy, aki programozóként dolgozott a KFK-ban. Nos, ők évek óta dolgoztak olyan megoldásokon, hogy hogyan lehet a vakok számára hozzáférhető tenni a ámítástechnika áldásait. Kidolgoztak például egy olyan text-to-speech rendszert, ami a magyar nyelvű szövegeket, ugye ASCII kódban leírt szövegeket tulajdonképpen a magyar nyelv szabályai szerint fölolvassa. Itt ugye lehetett ezt hallgatni. Ez, ha jól emlékszem, egy Philips gyártmányú fonéma szintézis alapú chipet használt. Mea? Mea 8000. Na most ugye elhatároztuk, hogy a két rendszert összehozzuk. Az Andráséknak a feladatuk az volt, hogy egyrészt tegyék portolható állapotba a text-to-speech-et, illetve a Teri, lévén sajnos vak, folyamatosan tesztelje, hogy az az eredmény, ami létrejött, az egy vakember számára használható-e vagy sem. Nekem meg az volt a feladatom, hogy beleilleszem a számítógép rendszer alapszoftvereibe ezt a dolgot. Ugye itt az előbb azt hallottuk, amikor bekapcsoljuk a számítógépet, és a számítógép kírja ezt a 2-3 sornyi Hello világ című üzenetet. Na most ez megjelenik a képernyőn is, és föl is olvasta a berendezés. A másik fontos funkció az volt, hogy a kurzorral ugye oda lehetett bárhová menni a képernyőn, és le lehetett szkennelni azt, hogy oda mi van írva. Tehát úgy tudták használni a vakemberek a gépet, hogy egyrészt ugye hallották a közvetlen outputokat, de hogyha valamire szükségük volt a képernyő tartalmán, akkor föl tudtak menni a képernyőre, és onnan újból vissza tudták olvastatni az ott lévő tartalmat. Ez elkészült ez a rendszer, és hát ezek szerint ti...
Hát én meg nem mondom. Szerintem azt tudom, hogy én valószínűleg már egyetemista voltam akkor. Na, igen. Akkor a következő nagy lépés az az volt, és azt hiszem ez a motiváció is a Arató Andráséktól jött, hogy persze lehet itt csinálni mindenféle jópofa perifériákat, kiegészítőket, de tulajdonképpen érdemes lenne portolni erre a rendszerre a CP-perem operációs rendszert, meg egy floppy diszket. Ugyanis azzal érveltek, ami számomra akkor nem volt magától értetődő, de most már belátom, hogy teljesen igazuk volt, hogy így rengeteg új szoftver használható lesz. Tehát a CP-peremnek az volt a lényege, hogy olyan alkalmazásokat megkapjunk, mint például a WordStar, az egy karakteres szövegszerkesztő volt, vagy például a SuperCalc, az is egy karakteralapú spreadsheet alkalmazás volt, aztán ugye többféle compiler is volt, akkor már volt Turbo Pascal, CP-perem alatt, tehát lehetett Pascalban is programozni, C-ben is, hogyha valakinek ez volt a mániája, és hát gondolom még rengeteg, sok más. Na most a CP-perem az úgy készült el, hogy azt már nem tudom, hogy honnan, de találtunk, vagy az Andrásék hoztak valahonnan egy forráskódot, amiből meg lehetett érteni, hogy tulajdonképpen mit csinál az operációs rendszer. Az a változat az már tartalmazott FAT12 rendszerű file rendszert a floppy diskre, meg volt ugye az a BIOS meg operációs rendszer szintű API interfész, tehát ez már így el volt határól, vagy rendszerhívások voltak, de igazából véve egy elég butuska dolog volt. Tehát mai szemben nagyon keveset csinált. Na most természetesen az se tetszett nekem, mert ugye mindig úgy gondoltam, hogy lehet jobbat csinálni, úgyhogy végül is miután az elindult, és egyrésztről el lehetett kezdeni kipróbálni az említett új alkalmazásokat, no pláne el lehetett kezdeni leilleszteni szintén a text-to-speech rendszert. Emellett én tulajdonképpen újraírtam az egész operációs rendszert, mert nem tetszett. És akkor egyszer csak ez is elkészült. Azt nem tudom, hogy ebből mennyi lett gyártva, de azt hiszem, hogy ebből a brejes változatból viszonylag sok, nem? CPMS gyártás nem volt. Nem volt? Azt mindenki magának építette. A Broiler Plus, az nem? CPM alapú volt Broiler Plus. De igen, az volt. És azt gyártotta? Nem sokat. Na minden esetre ez is elkészült, és én úgy sejtem, hogy legalábbis az én részemről tulajdonképpen itt be is fejeződött az aktív részvétel a HomeLab szoftverekben. Talán volt még egy-két olyan kisebb projekt, amit megcsináltunk, de soha nem lett belőle elkészült termék, tehát például Józsi nem mutatta ezt a koncepciót, ez a Diónak nevezett nagyon furcsa valamicsoda, ahol ugye a formatervező megálmodta, hogy itt van a processzoros rész, és ilyen lesz a tasztatúra. Na, ennek például elkészült valamilyen szoftver változata, de nem folytattuk már. Az igazság, hogy akkor ebben a tájban fejeztem be az egyetemet, emlékszem rá, hogy még a szakdolgozatomat azt a CP-peremes WordStar-ral írtam karakteres üzemmódba, meg utána még egy darabig a 77-ben is használtunk ilyen CP-peremes gépeket, mert hát akkor még nagyon drágák voltak az XT-k, tehát nem engedhettük meg magunknak azt, hogy ilyen gépeket használjunk, de aztán eljött az idő, amikor már ezek a gépek ugye kéz alatt is kerültek be az országba, és elérték azt az árszínvonalat, amikor meg már azt mondtuk, hogy miután sokkal jobb a szoftver támogatás, ezért ezt kell használni. Tehát a CP-peremben alatt nem tudtunk mondjuk nyákot tervezni, vagy kapcsolási rajzot
tervezni, de az XT már lehetett akkor is. Az egy érdekes megjegyzés, hogy tulajdonképpen az MS-DOS, mint operációs rendszer, az én szerintem a korai szakaszában a CP-peremből nőtt ki, mert nagyon kísértetiesen pont ugyanolyan volt. Ugye az annyi különbség volt, hogy az 16 bites volt, meg nagyobb volt a memóriája, tehát egy kicsit jobban lehetett garázdálkodni. És ugye miután rendelkezésre álltak jobb minőségű számítógépek, ezért azt hiszem mi is úgy döntöttünk, hogy jó játék volt a számítógép tervezés, készítés. Én személy szerint nagyon élveztem, nagyon sok mindent tanultam belőle, de úgy láttuk, hogy azután a 10 év után, vagy 6 év után most már érdemes lenne valami mással foglalkozni, tehát én utána inkább olyan dolgokkal foglalkoztam, hogy magát a mikroprocesszort és annak a számítóképességét milyen egyéb más dolgokra is lehet használni. És akkor azt hiszem itt lett vége a Homelab GMK-nak is. És az az igazság, hogy már akkor is volt olyan, hogy túljárt a világ egy technológián, meg nem gondoltuk beleragadni. Tehát én ennyit tudok mondani. Természetesen van valakinek kérdése, akkor ha emlékszem rá, akkor megválaszolom, de nekem más több nem jut az eszembe.